A tervek szerint szigorú egészségügyi előírások mellett május 23-án a Magyar Kupa elődöntőinek első mérkőzéseivel folytatódik a futballidény, május 30-án pedig a 26. fordulóval folytatódhat a férfi NB1-es bajnokság. A női NB1-ben csak a bajnokok ligájában indulás eldöntéséhez szükséges mérkőzéseket rendezik meg. A tömeges érintkezés továbbra is komoly veszély, ezért a futszál és a szabadtéri amatőr és utánpótlás bajnokságok idénye befejeződik. A Magyar Kupa elődöntőjének első fordulóját, május 23-án a visszavágókat május 27-én rendezik meg. A Magyar Kupa döntőjének időpontja június 2-a. Az OTP Bank Ligában a Ferencváros két korábban elmaradt bajnokiát a Magyar Kupa elődöntőkkel azonos időszakban játsszák le, majd a bajnokság május 30-án indul újra a 26. fordulóval. A bajnokságot a tervek szerint június végéig kell befejezni, egy csapat két bajnoki mérkőzése között legalább három napnak kell eltelnie. A férfi nagypályás bajnokságok közül az NB2-es és NB3-as -es bajnokságok esetében a kiírás elveit követve a félbemaradt bajnokságok záró táblázata alapján jelölik ki a feljutókat és kiesőket, valamint a megyei első osztályokból a feljutókat az NB3-ba. Annak érdekében, hogy országos szinten ne növekedjen drasztikusan az érintkezések száma, minden további országos és megyei bajnokság kupa a lezárásra kerül. Több mérkőzés nem játszanak a csapatok. A tabellák jelenlegi állapotukban rögzülnek, és nincs hivatalos végeredmény, nincsenek helyezettek, nincs végeredmény alapján feljutó és kieső, a csapatok nem kapnak érmeti és oklevelet. A sportolók tápszagok egészségének védelme kiemelten fontos feladat, amelynek biztosítására a kluboknak jelentős energiákat kell összpontosítaniuk ebben a helyzetben. Az MLS Orvosi Bizottsága részletes egészségügyi és vizsgálati protokoll dolgozott ki, melynek tervezetéről a szövetség előzetesen tájékoztatta az érintett klubokat. Ennek értelmében a kezdeti átfogó orvosi ellenőrzés követően a csapatoknál hetente kétszer, illetve minden mérkőzés előtt koronavírus tesztet kell a játékosokon és minden velük érintkező személyen elvégezni. A pozitív tesztet produkálókat el kell különíteni az egészséges játékosoktól, és a többiek egy soron kívüli teszt elvégzése, illetve negatív eredménye után folytathatják a sporttevékenységet. Az MLS által életbe léptetett másik szabályozás értelmében az átkapus mérkőzésekre csak az elengedhetetlenül szükséges személyek, és ők is csak minimális létszámban engedhetőek be a stadionba, a csapatok közvetlen közelébe. A stadionon belül a játékteret az öltözőkkel szigorúan el kell különíteni a nézőtéri területtől. A sportzónába csak olyan személyek léphetnek be, akik közvetlenül a mérkőzés előtt elvégezték a koronavírus tesztet, és az negatív eredménnyel járt. A nézőtéri zónában média munkatársai, stadionüzemeltetők, nélkülözhetetlen kiszolgáló személyzet, valamint a klubvezetők és szponzorok képviselői léphetnek be. Nekik nem kötelező a teszt, de nyilatkozniuk kell a tünetmentességről, és szigorúan be kell tartaniuk az általános előírásokat a stadion területén. A nézőtéri zónába is csak a minimálisan szükséges számú személyzet léphet be. Mindkét zónába előre összeállított lista alapján lehet belépni a stadionba. Az MLS a bajnokságok újraindítását megelőzően kikérte az országos tisztifőorvos és az operatív törzs álláspontját a megfelelő védekezés kapcsán. A szövetség a jövőben is teljes mértékben betartja a kormányzati és járványügyi szervek által előírtakat, áll a Magyar Labdarúgó Szövetség közleményében.